Dr. Réti György vagyok, italianista, és kutatásaim során felfedeztem a Bibó István első külföldi méltatóját. Korreferátum címe Giuseppe Vedovát és az olasz Bibó István, avagy megemlékezés két nagy törés centenáriumára. Azért olvasom, hogy rövidebb és pontosabb legyen. Egy éven belül két kimagaslóan nagy tudós születésének századik évfordulójáról emlékezhetünk meg. Bibó Istvánéről és Giuseppe Vedovától. Itt és most arról szeretnék beszámolni, hogyan kapcsolódott össze a két gondolkodó sorsa az 1940-es évek közepén. Kedvenc időtöltésem a magyar-olasz kapcsolatokban való kutakodás 1993-ban kettő sikerélményt tudott számomra. Giuseppe Vedovától megismerését és Bibó István első olasz publikációjának felfedezését. Az 1912. március 13-án született Giuseppe Vedovától az olasz politikai élet és politikatudomány kiemelkedő alakja. 1953-76 között 5 alkalommal volt a kereszténydemokrata képviselő, majd szenátor. 1972-75 között az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnöke, alapítója és névadója az Európa Tanács Strasbourg-i könyvtárának. A neves nemzetközi jogász és politika történész, aki 6 évtizeden keresztül szerkesztette feleségével, Mária Luisa Sternini jogásznővel együtt a negyedévenként megjelenő Rivista di Studi Politici Internazionali című folyóiratot. Amikor 1993 őszén az olasz szenátus reneszánsz palotájába fogadott, még nem tudtam, hogy találkozásunk egy mai napig tartó termékeny kapcsolat kezdetét jelenti. Hosszan beszélt gazdag életének tapasztalatairól. Kiderült, hogy a fentiek mellett volt olasz kenűbajnok, nemzetközi díjat nyerő fényképész, az Olasz Földrajzi Társaság, valamint az Interparlamentáris Unió olasz csoportjának elnöke, tehát az utolsó politikusok egyike. Négyszer járt Magyarországon, amelyet nagyon megszeretett. Beszélgetésünk végén két vaskos kötetet adott át ajándékba, válogatott írásainak 6. kötetét, valamint folyóirata első 50 évének repertoárját. És itt rátérek a Bibó Istvánnal való kapcsolatokra. Megvallom, hogy a professzor által nekem ajándékozott repertóriumot kötelező penzumként lapozgattam, amikor ismerős névre bukkantam. Stefano Bibó. A címet és a lapszámot olvasva a felfedezés öröme csak fokozódott. La crisi della democrazia in Ungheria, azaz a demokrácia válsága Magyarországon. Majd a kiadvány évszáma, és ez fontos, 1946. július 1947. október. Úgy látszik, hogy nem csak a magyar demokrácia, de a folyóirat is válságban lehetett, ha az egyébként negyedéves publikáció 6 számot volt kénytelen összevonni. A lényeg azonban az, hogy Bibó István valószínűleg első idegen nyelvi publikációját sikerült felfedezni. Alig néhány nappal később a nagy emberekhez méltóan segítő kis professzor el is juttatta hozzám a ma már nehezen megtalálható cikk fotokópiáját. A 24 oldalas, némileg rövidített tanulmány fordítója a közelmúltban elhunyt Paolo Santarcangeli, a kiváló költő és a magyar kultúra egyik legavatottabb olaszországi apostola. Az azóta klasszikussá vált cikkelé Giuseppe Vedovától a következő frappáns, az élő klasszikus felfedező rövid bevezetőt írta. Idézem. A cikk, amelyet itt közlünk, megjelenésekor nagy sikert aratott Magyarországon. Némileg rövidítve közöljük, az időközben bekövetkezett események ellenére, ez utalás a cikk olasz publikálása akkor már nyilvánvaló kommunista hatalomát érte erre,
mégpedig három okból. Mert az elegáns, meggyőző, világos politikai próza egy nem akármilyen példája, amelyet az egymás láncszerűen követő logikus következtetések jellemeznek, mert ez a tanulmány egy olyan őszinte és pártatlan exposé, amely nem hallgat el semmit, és nem hátrál meg, még a leghálátlanabb és legsikamlósabb témák elől sem, a kegyetlen és becsülete igazságkeresés szellemébe, amiből sokat tanulhatunk, összehasonlítva az olasz politikai próza csak nem egészének szándékos elhallgatásaival. Végezetül azért, mert a szerző következtetései sajátos és meglepő módon alkalmazható a mai helyzetünkre, azaz kedvező lehetőséget nyújtanak gyümölcsöző összevetésekre és könnyen levonható tanulságokra. A sokoldalúan művelt, kitűnő ízlésű és jó hallású szerkesztő, tehát az egész olasz politológia elé példaként állította az akkor még Magyarországon is alig ismert Bíbó István, miközben maga is az értékelő próza egy kis remek művét hozta létre. Védaváltó bevezetője alatt a cikk eredeti megjelenésére utoló lábjegyzet, Dalla Rivista valósága reálta Budapest, dicsembre 1945, és még a valóság ékezetei is a helyén vannak. További kutatásaim során Giuseppe Vedovato újabb magyaros érdemeire derült fény. Ezekről talán majd máskor beszélünk. Most talán elég ennyi a két nagy száz éves nagyszerű szellemi találkozására. Köszönöm.